Fogad, de szépen belefűrészítem tegnap. Próbálgattam a láncélezésemet ezen a hatalmas nagy tuskó darabon. Itt az egy nyárfa tuskó. Aztán ezen kellett, hogy kipróbáljam, mert nem volt bent semmilyen fa, amin kipróbáljam. Na, meg is mutatom, amit akartam. Szia, Morgi! Hát te már megint itt vagy. Baszki, nélkületek nem is lehet videót készíteni. Kis szaros. De jó lenne, hogyha kiengedné. Igen, 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 Morgi. Vigyáztál ládára? Ikla. Amit az előző videómban láttatok, az Erdő Vlog című első részében a videómnak, ugye láttátok, hogy ott volt a sok nyárfarönk kint a terepen, valamint ez a kevés akác. Azt ugye mondtam is az előző videómban, hogy nem sokára beszállításra fog kerülni, azt ugye be is hoztuk, és hát én ugye fel is dolgoztam. Most van, azt hiszem, olyan 3:30 körül, vagy 3:30 után járunk egy kicsivel. Azóta most végeztem. Akkor körülbelül olyan, nem is tudom hány óra lehetett. Hát olyan 10 óra volt, azt hiszem, amikor azt a videót készítettem. Azóta behoztuk, összehasogattam ilyen zip formátumba, ilyen kezelhető formátumba. Aztán ezt meg össze, sok akác gajat, ugye azt is összedaraboltam. És hát így néz ki. Nem tudom, hogy hány mázsa lehet. Egy köbméterben, hogy mennyi lehet, de szerintem azért ez már van egy... Hát csak sacra mondom, hogy szerintem legyen 5 mázsa. 5 mázsa biztos megvan. Sac per kb. Hát mit nem mondjak, egészségesen elfáradtam. Az biztos. Mire ezt összehasogattam, aztán voltak benne olyan fajn csomós cupákok is. Így a fának az alja, azok egész csomósak voltak, hát amelyik meg ilyen szálegyenes fa volt, meg ilyen ágfa volt, vagy gajfa volt, azt elég könnyen szét lehetett hasítani. Végül is azzal nem kellett annyit kilódnom. Akartam csinálni a láncfűrészezésről is, ahogy daraboltam össze, de igazából eszembe jutott, hogy amint elindítom a láncfűrészt, a videónak a hangja elmegy valamiért, mert azt hiszem, hogy ez valahogy úgy van kitalálva, vagy nem tudom, ezek a mikrofonok, ezek az intelligens mikrofonok, hogyha valami nagyon hangos dolog elindul, akkor visszaveszi a mikrofon a saját hangerejét, hogy ne károsodjon, vagy fogalmam nincs, hogy miért csinálja. Aztán utána meg az egész felvétel ilyen halk lesz, teljesen mindegy, hogy mit beszélek, közben már észrevettem az valamelyik videómban, és azért nem is készítettem róla, meg hát szerintem az tök unalmas. Hát most láttatok már láncfűrészt, láttátok már, hogy szokták összevágni vele a fát. Most igazából én sem tudtam volna sokkal külön dolgot mutatni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy majd inkább megmutatom a végeredményt, amit kint láttatok, meg ami bent lesz belőle. Végül is ennyi volt a lényeg. Most leteszem a kamerát, mert ugyanis benne van a állványba, ameddig megiszom a kávét. Lepróbálom ide azt a picsát rakni a hóba. Na, milyen fajnú bele lehet ide szúrni a hóba. Ezt nem is tudtam. Megiszom ezt a kávét, addig még itt mutatkozok nektek egy kicsit, mert mostanában a videóimban nem nagyon szerepeltem, hanem inkább így hátulról. Inkább operatőrködtem. Fú, kurva hideg van. Rohadtul el is fáradtam. Úgy fáj már a hátam, mint az állat. Hát azért nem egyszerű történet ez az erdészeti dolgok. Meg erdészeti semmi köze hozzá. Ez a fakitermelői munkálatok, ez nem olyan egyszerű dolgok. Főleg, hogyha egy kicsiben komolyabb vagy több mennyiséget szeretné kitermelni magadnak így bentre, otthonra. Közben a szomszédok meg, azok nagyon jól érzik magukat ilyen hidegben, én nem tudom, hogy miből vannak. Na mindegy. Ja, azt hiszem a háttérben pont benne vannak a disznók is. Hát ők se fáznak.
Nem tudom. Csak mi vagyunk ilyenek emberek, hogy ezért mi fázunk. Jószágok meg nem fáznak. Mondjuk ő rajtuk több a zsír is. Lehet, hogy az fűti őket. Na mindegy. Ezt a kávét benyomom. Aztán igazából be is fejezzük ezt a felvételt, mert csak addig akartam elindítani, ameddig megmutatom a végeredményt. De azt hiszem ez gyorsan fog menni, mert kurva hideg van. Rágyújtunk egy pipára gyorsan, egy házi szőttesre. Csak gondoltam, megmutatom már a képemet a videóban, mert mindig ilyen háttérszereplő voltam, hogy az utóbbi videóimban, hogy nem lehetett látni. Aztán gondoltam, már illő volna megmutatkozni. Hát igen, így néz ki egy favágó. Bocsa, retkes rongyok, meg szét van szakadva, meg nem tudom, de hát erdőre teljesen fölösleges kiöltöztetni magadat, vagy kiöltözni, mert ott úgyis tropára fog menni mindened, oda teljesen fölösleges. Azért nézek mindig így ki, ilyen rongyossa. Mindig van valamit csinálni való. Tennivaló. Az általában nem tiszta munka adódik sose. Mindig piszkos munkát kell csinálni. Itt egyedül már csak akkor vagy tiszta, amikor lefekszel az ágyba. Mert egész nap ugye kint vagy, vagy az erdőben, ha nem az erdőben, akkor meg ugye egy tanyán mindig van tenni-venni való. Ha nagyon akarom, akkor egész nap is tudok dolgozni a tanyán. De azért persze én nem akarom annyira, de ahogy akarom én. Hú, gyerekek, hüllik a levegő nagyon. Aránylag jó idő volt napközben az éber. Ilyen minusz 4, minusz 3 fok környékén járt. De viszont holnap hajnalra megint mondja a minusz 10-12 fokot. Úgyhogy azt ajánlom, hogy mindenki melegítsen be magának otthon. Amennyire csak tud, mert kurva hideg van. Na, jó van, szervusztok!